Sziasztok! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek! Remélem minden rendben van, mindjárt lesz hangosabb zene is, csak egy picit lecsekkolom én is, hogy minden rendben van-e és látható a videó. Szuper! Na hát, sziasztok, szép napot mindenkinek, gondolom mindenki készül a mai kis szolid szilveszteri estére. Arra gondoltam, hogy eddig annyira tartottam ezektől az online edzésektől, online táncóráktól, tornáktól, de ebben az elmúlt időszakban kicsit megváltozott a hozzáállásom ezzel kapcsolatban nekem is. Inkább a lehetőségeket láttam meg ebben a dologban, és arra gondoltam, zárjuk le ezt az évet is egy közös tánccal, és miért ne próbálkozzunk meg most itt a nyilvános Facebook oldalamon, úgyhogy akinek van kedve, csatlakozzon majd hozzánk. Egy nagyon könnyű kis tánccal készültem, különösen erre a napra, és előtte még elmondom gyorsan, hogy jövő héttől, tehát január 4-től folytatódnak az órák. Minden óra, a Zumba Fitness, a Zumba Gold, a Senior Örömtánc, az Egyensúlytréning, a tornaórák egyelőre még online. Akik részesei az órámnak rendszeresen, ők meg fogják kapni az értesítő e-maileket, és aki pedig szeretne majd még akár becsatlakozni bármelyik órára, akkor nyugodtan keressen meg engem üzenetben, e-mailen vagy a honlapomon keresztül, a fitnessmarcival.hu, azon keresztül lehet üzenetet írni. Úgyhogy na most, szuper, sziasztok! Sziasztok! Picit biztosan le van terhelve az internet, ezért is gondoltam, hogy inkább délelőtt megpróbálkozom vele, mert délután biztos, hogy még többen lesznek az internet felhasználók, meg a Facebookon is, de a videó visszanézhető lesz, jó? Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, kezdjük el a táncot. Úgy fog kinézni a történet, hogy megmutatom a zenét, megmutatom, hogy mi az, amit meg fogunk tanulni, és utána megmutatom a lépéseket is, és a végén együtt eltáncoljuk. Jó? Ezt a zenét senior tánc órára készítettem, de ahogy itt reggel hallgattam a zenét, arra gondoltam, hogy hát ezt nem csak szilveszter napján fogjuk majd táncolni amúgy, hanem bármelyik nap, gondolhatunk majd így a következő napra. Mutatom a zenét, megmutatom a táncot, örülök, hogy itt vagytok. Gyertek, csatlakozzatok be, akinek még van kedve. És utána megmutatom a lépéseket is, jó? Ha van két lépés helyed oldalra, akkor már nagyon szuper. Na, mehetünk! Ma lesz a holnap te... Csapó kettő! Ma lesz a holnap tegnapja! Már mindenki ismeri a zenét, remélem. Tett a hús emléket a szaklapba. Nehogy szomorúan gondolja tegnapra. Tölts! Tényleg tartod a forradba! És itt kezdődik. Most csak figyeld a lépéseket, hallgatj a zenét, figyeld az ütemet. Még egy szép napot, ha ma lesz a holnap tegnapja, tett a búcs emléket az apjadja, de hogy szomorúan gondolja tegnapja, dönts még egyszer tud a pohanatba. Ha ma lesz a holnap tegnapja, tett a búcs emléket az apjadja, de hogy szomorúan gondolja tegnapja, dönts még egyszer tud a pohanatba. És kezdődik előről. Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok! Nagyon örülök! Oké! Okay. Szóval, ez lesz a tánc, amit együtt fogunk eltáncolni. Ha a hangerőn bármit állítsak, akkor nyugodtan írjatok üzenetet, jó? Van az elején a Ma lesz a holnap tegnapja című zene, mindenki ismeri, és az elején van egy felvezető rész,
egy kis hintalépéssel indítunk, én tükörben mutatom, mert elfelejteném, jó? Tehát ha én ezt a kezemet teszem ki, te velem szemben, mint a tükörben állnál, a jobb kezedet teszed ki, jó? Tehát ez a jobb. Kajhától a jobb. És bal. Oké? Szóval egy jobbra hintalépéssel indulunk, átvisszük a jobb lábunkra a testsúlyt, és kivisszük a két karunkat oldalra. Utána balra hinta, majd megfordulunk a jobb vállunk körül, vezetjük elő a jobb kezünket, és fordul, kettő, három, megállunk. Ha valakinek a fordulás nem esne jól, akkor helyben lép négyet. Illetve, amit még elfelejtettem, figyeld meg otthon, hogy parketta, vagy szőnyeg van, hogy nehogy letapadjon a lábad, vagy csúszson, jól. Tehát mindenki nagyon figyeljen oda magára, és annyit is úgy csinálja a táncot, ahogy neki jól esik. Utána ugyanez balra kezdve. Balra hinta, sziasztok! Jobbra hinta, és fordulunk balra. Egy, kettő, három, és leengedjük a végén a kezünket, jó? És még egyszer lesz. Jobbra hinta, balra hinta, és fordulunk. Jobbra fordul, és megállunk. Ugye háromszor van. A végén fölhozzuk a kezünket, ahol szünet van igazából, tesszük oldalra, tölts még egy kortyot a poharadba, és egy picit a kis tért hajlít nyújtással, súlypont áthelyezéssel fölvesszük a ritmust, jó? Ez csak egyszer lesz, ez a leges legeleje, szerintem ez menni fog, menjünk a következő lépésekre. Előre fogunk indulni jobb lábbal, letesszük a jobb lábunkat előre, bal láb pont az oldalt, jó? Bal letesz, és jobb láb pont az oldalt, és ugyanígy megyünk hátra is. Jobb letesz, bal pontoz. Bal letesz, jobb pontoz. Oké? És ehhez a kéz. Előre lépünk a jobb lábunkkal, bal láb oldalt, és két kezünkkel csettintünk, vagy rumbatök oldalt. Jó? És bal letesz, pont, és megyünk hátra, lép, pont, lép, pont, még egyszer, elő, oldalt, és hátra, pont, hátra, pont. Ennyire egyszerű, ez az első részünk, jó? Majd a végén összekötjük, és utána jön a zene. Utána jobb lábunkat oldalt kitesszük sarokra. Sarok, visszahúzzuk spicre, sarok, spic, és lépünk jobbra egyet, lép, zár, és kettő picit, lép, zár, lép. A végén nem zárunk be, hanem súlytalan marad a bal lábunk, jó? És ugyanezt megismételjük bal lábbal kezdve. Sarok, spic, és balra megyünk, lép, zár, picit, lép, zár, lép. Oké? És még egyszer, jobb láb, sarok, spic, lép, zár, lép, zár, lép, sarok, spic, lép, zár, lép. Ehhez a kéz. A sarok spicnél kényelmesen mozdítod magad mellett, sarok, spic, és akkor megyünk oldalra, tekerünk a kezekkel. Lép, zár, lép, balra, sarok, spic, lép, zár, na még egyszer, jobb láb, sarok, spic, lép, zár, lép, bal, sarok, spic, lép, zár, lép, zár, lép. Megvolt a második része is, és most jön a harmadik rész, vagy mindjárt összekötjük, jó? Harmadik rész, sőt, törlés, nézzük meg előről, jó? A hinta rész az megvan, onnan, hogy előre lépünk, jó? Csak az első és a második rész kössük össze. Na, jobb láb, és lép, pont, lép, pont, hátra lép, pont, és még egyszer. Elő, oldalt, hátul, oldalt, jön a jobb láb, sarok, spic, lép, zár, lép, bal, sarok, spic, lép, zár, és még egyszer, sarok, spic, lép, zár, lép, sarok, spic, lép, zár, lép, zár, lép. Oké, sziasztok, még akik most csatlakoznak, gyertek, mert örülök nektek. Meg volt a második részünk is, már csak a refrén van hátra. Utána összekötjük az egészet előről. A refrén egy keresztlépéssel indul jobbra. Keresztlépés, kilépek a jobb lábammal, hátul picit keresztülök a ballal, amennyire neked jól esik. Tovább lép a jobb, és a végén dobbantunk kettőt, és tapsolunk. Jó, keresztlépés helyett, ha valakinek nem esik jól, csípő, tér, boka, bármi, lép, zár, jó, akkor nem keresztez. Na, szóval keresztlépés még egyszer vissza. Jobbra indulunk, három, és lép, kereszt, lép, taps, taps. Figyelünk a ritmusra, balra, lép, kereszt, lép, taps, taps. Még egyszer, lép, kereszt,
lép, taps, taps, lép, kereszt, lép, taps, taps. Most utána a refrénnek van még egy része, egy ilyen V-lépés, egy háromszög lépés, jobb lábunkkal kilépünk előre, bal lábunkkal mellé, és utána jobb láb jön hátra, és megint a ritmusra figyelve tapsolunk kettőt, és dobbanthatsz is, ha jól esik. És utána bal lábbal ugyanez a háromszög. Előre, előre, hátra, taps, taps. Még egyszer. Jobb, bal, jobb, taps, taps. Bal, jobb, bal, taps, taps. Jó, itt nagyon kell figyelni arra, háromszögnél, hogy itt már erre nem helyezek súlyt, tehát ez súlytalan marad, mert akkor tudok újraindulni a másik irányba. Jó? Elől, elől, hátul, pont. Elől, elől, hátul, pont. No, ennyi az egész igazából. Kössük össze, jó? Megcsináljuk kétszer számolásra. Először a hintalépés nélkül, csak az elejétől. Mi volt az eleje? Lép, pont, lép, pont, ugye? Na nézzük, jobbával indulunk, 5, 6, 7, és lép, pont, lép, pont, hátra lép, pont, és még egyszer, elől, oldal, hátul, oldal, jön a sarok, spic, sarok, spic, és lassú, gyors, 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 sarok, spic, lép, zár, lép, még egyszer, sarok, spic, lép, sarok, spic, lép, zár, és refrén, jön, kereszt, jobbra, kereszt, és taps, taps, balra, kereszt, és taps, taps, jobbra, kereszt, és taps, taps, balra, kereszt, háromszög jön, elől, elől, hátul, taps, elől, elől, hátul, elől, elől, és egy, kettő, és előről jön, lép, elől, és hátra. Na kérem szépen, még egyszer megcsináljuk az egészet, a hintalépéstől kezdve, és utána pedig jön a zene, jó? Na nézzük, hintalépés jobbra, és jobbra hinta. Balra hinta, és fordulunk jobbra. Lép, fordul, fordul, és megállunk. Utána. Ez itt nagyon lassú lesz, kell figyelnünk majd a zenére nagyon, és fordulunk. Egy, kettő, három, és megint jön egy jobbra hinta. Jobbra hinta, balra hinta, és fordulunk jobbra. Egy, kettő, három, megállunk, szünet. Közben jön föl a kéz. Oldalt megállunk. És ha van kedved, pici rúgózással, jó? Csipőbillent, és ti, és már készülünk arra, hogy elől, pont, hátul, pont, és még egyszer, előre, hátra, jön a jobb láb, sarok, spic, megyünk jobbra, lép, zár, tekerünk, sarok, spic, lép, zár, tekerünk, megint sarok, spic, kétszer van, és lép, zár, lép, és sarok, spic, lép, zár, és refrén, jobbra, kereszt, és taps, taps, balra, kereszt, és taps, taps, jobbra, kereszt, és taps, taps, balra, kereszt, jön a háromszög, jobb, és zár, bal, jobb láb, egy, kettő, és bal, kezd, jön előről, lép, pont. Jó, tehát itt fontos, hogy az utolsó háromszög lépést, akkor befejeztük, nincs rajta súlya jobb lábamon, ugye? És azért tudok előre indulni. Oké? No, hát ugye ezt most természetesen nem egy szenior tánc, vagy bármilyen óra keretében tanítom, hanem egy gyors szilveszternapi tánc itt az ebéd főzés előtt, jó? Vissza lehet majd nézni a videót, szerintem itt fogom hagyni, és fontos dolog, ha bármi történne, ha véletlenül megszakadna az adás, akkor ne ijedjetek meg, akkor vissza fogom tölteni a linket ide, ezt a felvételt, jó? Na nézzük zenére! Figyelem! Jaj, és jobbra hinta, balra, és fordulunk! Hinta balra! Fordul! Megint hinta jobbra! Jön a kéz fel középen, ugye? Lép, csepp, és menjünk hátra, és előre.
vízre, és szarok spicc, oldal, beszéltem a pillanat, csak ellenőrzöm a videót, nagyon jó, hogy milyen lépés miután következik, eltáncoljuk még egyszer, és most megpróbálok csöndben lenni, jó? És mit akartam még mondani? Igen, a közepén az előre lépésnél, ugye mondtam, hogy van egy kis trükkös rész, a keresztlépés, az ellenoldali dolgozás, keresztlépés dolgozás pláne nagyon jól fejleszti az együttműködésünket, de ezt még megspékeljük azzal, hogy kereszt és nyit. Jó? Tehát kereszt és azonos oldali vállérintés. Jó? Azonos ellenoldali vállérintés. Mikor előre jöttünk, akkor vállérintés, vagy mikor hátra, akkor meg csípő. Jó? Ezt nyugodtan lehet gyakorolgatni, és mindenki annyit csináljon, amennyi jól esik neki. Jó? Ha bárhol elrontanál, bármit hibázni mindig lehet, akkor annyi van, akik járnak hozzám órára, jól tudják, kihúzzák magukat, mosolyognak, vesznek egy nagy levegőt, megnézzük, hol tartunk, és folytatjuk, jó? Na nézzük akkor! Szuper! Sziasztok! Na táncoljunk el még egyszer, és akkor ez az én kis új évzáró, új év nyitó ajándékom nektek, jó? Egyszer eltáncoljuk, és ha tehetitek, hangosítsátok föl jól a zenét, és énekeljetek nyugodtan, jó? Na nézzük akkor, hint a jobbra, úgy kezdünk. Pillanat. Ha a ma lesz a holnap tegnap jobb, tett a hús emléket az ablakba. Nehogy szomorúan gondolja tegnapra. Thank you.
egészségetekre. Remélem, hogy tetszett ez a kis meglepi tánc. Sziasztok! Igen, valakinek most sikerült megtalálni, elérhető lesz a videó és visszanézhető, jó? Örülök, hogy itt vagytok. Most ez egy ilyen kis rövidke bejelentkezés, és tudom, hogy ilyenkor később tudnak becsatlakozni néhányan sajnos, mire ide sikerül keveredni az oldalra, meg eddig itt még nem táncoltunk, hanem ugye a megszokott kis online virtuális termeinkben. De nagyon örülök, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy csatlakoztatok, és köszönöm azt is, hogy egész évben, 2020-ban is itt voltatok, és velem voltatok, akár a szabadtéri órákon, akár a virtuális órákon, akár ha valaki nem tudott jönni az e-mailen, telefonon, és köszönöm nektek minden visszajelzést, és nagyon örülök és hálás vagyok annak is, hogy egymásban is tudjuk tartani a lelket. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még együtt táncolni és tornázni. Mit akartam még mondani így hirtelen? Kicsit elvitt a zene. Tegyük a búsemléket a pohárba. Csak a kis vizes poharam van itt a teremben. Már ezt teremnek hívom a nappalinkat. Itt maradt a konyhában, nem baj. Képzeletben majd este kocintok mindenkivel. És köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Január 4-től folytatódnak az órák. Meg fogom írni az e-maileket, aki szeretne újonnan becsatlakozni hozzánk, tegye bátran, de bízom benne, hogy minél hamarabb személyesen is találkozhatunk. Ha bármi kérdés van, akkor pedig írjatok nyugodtan, mert elértek, táncoljatok sokat, igyatok sok vizet, legyetek friss levegőn, vigyázzatok magatokra, és hát ennek az időszaknak a lezárására, ahogy már mondtam, tegyük a búsemléket a poharakba, és ne gondoljunk szomorúan a tegnapra, hanem csináljunk magunknak egy jó napot, és ezt bármikor megtehetjük. Úgyhogy én bízom abban, hogy ebből az időszakból is tudunk tanulni és fejlődni, és tudjátok, mert csak egyetlen egy dolog van, amin bármikor tudunk változtatni, az pedig a hozzáállásunk. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy legyen nagyon-nagyon boldog, egészséges, sikerekben gazdag új éve, és legyen benne nagyon sok tánc, mozgás és zene, mert az nagyon jót tesz nekünk testileg, lelkileg is. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, közben nézem gyorsan az üzeneteket. Jaj, de örülök, hogy tetszett, sikerült a tánc, szuper! És itt lesz a videó, úgyhogy a videót vissza tudjátok nézni. Jól van, aki már tölti is, egészség. Nekem most csak ez a kis zumbás poharam van itt, amit Zsútól kaptam. Úgyhogy én most hát... Fogam, az híven vízzel kocintok veletek, vízivászat már ilyen szállóigévé vált az óráimon. Vigyázzatok nagyon magatokra, itt lesz a videó, táncoljátok el bármikor, a zenét ismeritek, énekeljetek sokat, táncoljatok, amikor csak kedvetek tartja, vigyázzatok magatokra. Január 4-én hétfőtől folytatódnak az online órák, de utána pedig remélem, hogy minél hamarabb személyesen is találkozhatunk. Úgyhogy vigyázzatok magatokra nagyon. Nagyon boldog új évet kívánok, egészséget, mosolyt, táncolt, zenét, és köszönöm, hogy itt voltatok. Szép napot mindenkinek, sziasztok!